Hivatalossá vált, hogy Emre Can a Juventusban folytatja pályafutását. Lorenzo Insignyével erősítené meg az amúgy is bombaerős támadólagzatát a Liverpool együttese. Nézd meg videónkat, hogy ne maradj le a legújabb és legérdekesebb átigazolási hírekről. További friss magyar és külföldi foci hírekért látogass el a Tikitaka TV partner oldalára a csakfoci.hu-ra. Keresd őket Instagramon is. Hivatalossá vált, hogy Bernd Leno a Bayer Leverkusen-től a Premier League-ben szereplő Arsenal együtteséhez igazol. Bár a felek nem hozták nyilvánosságra Leno vételárát, ahogy azt sem, hogy hány évre ért alá a londoniakhoz. De Angliában úgy tudják, hogy Unai Emery együttese 23 millió eurót fizetett a kapusért, aki 5 éves szerződést kötött újdonsült csapatával. A német hálóőr a veterán cseh kapus Petr Cseh utódja lehet az ágyusoknál, aki a jövő nyáron lejáró kontraktusát alig ha hosszabbítja majd meg. Leno 2011-ben került a Leverkusenhez, amelynek kapuját 304 tétmérkőzésen védte és ezeken 378 gólt kapott, és nem mellesleg kereken 100 meccsen maradt érintetlen a hálója. A kapuvédő 6 alkalommal kapott szerepet eddig a német válogatottban, azonban a világbajnokságra utazó keretben nem kapott meghívót, miután az utolsó keretszűkítésnek ő is áldozatául esett. Az Arsenal együttese minden esetre nem tétlenkedik a keret megerősítését illetően, hiszen Unai Emery színrelépése óta a támadó poszton kívül eddig minden csapat részbe érkezett már új játékos. A kapuba Bernd Leno, a védelembe Stefan Lichtsteiner és Sokratis Papastathopoulos, míg a középpályára Lucas Torreira. Ezek után alig a számítana meglepetésnek, az ágyusok következő igazolása egy támadó lenne. Azonban távozója is van a csapatnak, hiszen immár hivatalos, hogy Jack Wilshere 17 év után elhagyja a londoniakat, miután eldöntötte, nem hosszabbítja meg a június 30-án lejáró kontraktusát a klubbal. Ami már hónapok óta a levegőben lógott, az immáron biztossá vált, vagyis hogy Emre Can a Juventusban folytatja pályafutását. A Liverpooltól távozó 24 éves középpályás, miután a csütörtöki napon sikeresen átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, 4 évre ért alá az olasz bajnokhoz, ahol a 23-as messzámot fogja viselni. A német játékos 4 év után int búcsút a Bajnokok Ligája döntős angol klubtól, amelynél a hónap végén lejár a szerződése, így a torinóiak ingyen szerezték meg őt. A Juventus hivatalos közleményében elárulta, hogy a megállapodás keretében 16 millió eurót fog kifizetni a következő két pénzügyi év során. Hogy ez pontosan mit akar, azt nem részletezte az olasz klub, de ebben az összegben minden bizonnyal benne van a játékos aláírási pénze és az ügynöki díjak is. A beszámolók szerint Emre Can évente 5 millió eurót tehet majd zsebre, továbbá kontraktusába belekerült egy nagyjából 50 millió euró összegű kivásárlási záradék is. Ez egyéb iránt forradalmi újításnak számít a Juventusnál, hiszen korábban soha egyetlen játékosuk szerződése sem tartalmazott ilyen jellegű opciót. A 20-szoros német válogatott játékos leigazolása már a fiatalitás egyében zajlott az zebramezeseknél, mivel a csapat két középső középpályása Claudio Marchisio és Sami Khedira is elmúlt már 30 éves. Emre Can 4 év alatt 167 tétmeccsen lépett pályára a Liverpoolban, amelyben mindvégig meghatározó szerepet töltött be, és 14 góllal és 12 gólpasszal segítette csapatát. Trófeát azonban nem sikerült szerezni a vörösökkel, mert ugyan Liga Kupa, Európa Liga és Bajnokok Ligája döntőt is játszhatott, de mindhárom fináléban vesztesen hagyta el csapatával a pályát. Habár hivatalosan még nem jelentették be, de már szinte biztosnak tűnik, hogy Javier Pastor az AS Roma játékosa lesz. Olaszországi sajtóértesülések szerint a farkasok nagyjából 20 millió eurót fizetnek a Paris Saint-Germain argentin játékmesteréért, bizonyos feltételek teljesülése esetén pedig a későbbiekben további 4 millió euró üteti majd a párizsiak markát. Pastore várhatóan egy 4 éves megállapodást ír alá a bordómezes csapattal, fizetése pedig ezen időszak alatt évi 4 millió euró lesz. A 29 éves játékos számára nem lesz ismeretlen az olasz bajnokság, hiszen korábban 2009 és 2011 között két idényen keresztül erősítette a Palermo együttesét, mielőtt 42 millió euró ellenében a Paris Saint-Germainhez igazolt volna.
Az argentin futballista 7 évet töltött el a francia fővárosi csapatnál, amelyben bár sokáig meghatározó játékosnak számított, de az elmúlt 3 idényben már csak kiegészítő szerep jutott neki. Ennek is köszönhető, hogy végül nem került be az argentin válogatott világbajnokságra utazó keretébe sem. Összességében Pastore párizsi teljesítményét így sem érheti különösebb panasz, hiszen 7 idény alatt 269 tétmeccsén 45 gólt szerzett, és 62 gólpaszt is kiosztott. A futballista, aki egyéb iránt Choric, Marcano, Cristante, Justin Kluivert és Antonio Mirante után már az 5. nyári szerzeménye a rómaiaknak, Radja Nainggolant válthatja a farkasoknál, aki napokon belül az Inter játékosa lesz. Pastore leigazolását várhatóan a jövő hét elején jelenti be a római klub. A Tottenham Hotspur együttese kiszemelte magának a horvát válogatott egyik VB felfedezettjének számító Ante Rebicet. A londoni klub érdeklődése nem új keletű, mivel már 2013-ban is megpróbálták megszerezni az akkor az RNK Splitben futballozó játékost, aki azonban végül a Fiorentina ajánlatát fogadta el. Rebic firenzei időszaka nem alakult túl szerencsésen, hiszen több alkalommal, így előbb a Leipzignak, a Hellas Veronának, majd a Frankfurt együttesének is kölcsönadták, ennek hála pedig mindössze 8 alkalommal lépett pályára a lilamezes csapatban. Utóbbi német klubnál 2 idényt is eltöltött, a frankfurtiak pedig már jelezték az olaszoknak, hogy érvényesíteni kívánják opciós jogukat, így július 1-ével végleg megvásárolják őt. Ez nem is csoda, hiszen a 24 éves támadó az elmúlt idényben 28 pályára lépése alkalmával 9 góllal és 3 gólpasszal segítette csapatát, és kulcsszerepet vállalt az együttes német kupa győzelmében, miután a Bayern München elleni 3-1-re megnyert májusi döntőben duplázni tudott. A Tottenham egyelőre nem tett hivatalos ajánlatot a játékosért, de a klubhoz közel álló források szerint Rebic eddigi világbajnokságon mutatott teljesítményét látva erre hamarosan sor kerülhet. A támadó ugyanis már a Nigéria elleni 2-0-ra megnyert meccsen is nagyszerűen játszott, az argentinokkal szembeni 3-0-as győzelem alkalmával pedig egy klasszis gólt szerzett. Állítólag a frankfurtiak csak egy igen magas összegért, egyes beszámolók szerint 30 millió euróért válnának meg a horvát futballistától. Tekintve, hogy az eladásából befolyt pénzösszeg egy bizonyos százaléka, a játékos egykori olasz csapatát, a Fiorentinát illeti meg. Miután Nabil Fekir leigazolása az utolsó pillanatban meghiúsult, a Liverpool figyelme legújabban a Napoliban futballozó Lorenzo Insigne felé irányult. Annak ellenére, hogy az angol együttes Mohamed Salah, Sadio Mané és Roberto Firmino személyében már így is egy pokolian erős támadólagzattal rendelkezik, de Jürgen Klopp menedzser feltett szándéka, hogy tovább erősítse a csapat támadójátékát, mivel elképzelései szerint csak így vették fel a versenyt a Manchester City csapatával. Így a német mester Fekir kútba esett leigazolása után tovább keresgél a piacon, és a hírek szerint kívánság listájának első helyén az előbb említett Lorenzo Insigne áll, akit egyéb iránt már tavaly is megpróbált együtteséhez csábítani. És bár a 27 éves olasz támadó akkor elutasította a megkeresést, és 2022-ig szerződést hosszabbított a Napolival, de a legújabb hírek szerint látva a liverpooliak erejét és a csapatban rejlő potenciált, immár nyitott lenne az átigazolásra. Jürgen Klopp leginkább a sokoldalúsága miatt tette le Insigne mellett a voksát, hiszen a 26-szoros olasz válogatott játékos a támadó szekció szinte valamennyi részén bevethető lenne. Ám leigazolására jelenleg csekély az esély, ugyanis Nápolyban hallani sem akarnak a saját nevelésű, szinte már klublegendának számító játékosuk eladásáról. Ráadásul Insignyét még 4 évig szerződés köti az égszínkék mezes együtteshez, így a Liverpoolnak igen mélyen a zsebébe kellene nyúlnia a megszerzéséhez, ami a játékos piaci értékét tekintve mintegy 60 millió eurót jelentene. A támadó egyébként az elmúlt idényben 48 meccsen lépett pályára a Napoliban, melyeken 14 gólt és ugyanennyi gólpassz jegyzett. Spanyol híradások szerint a Manchester United együttese a Barcelonában futballozó Jordi Alba leigazolását tervezi. A vörös ördögöknek balbek poszton mindenképpen erősítésre van szükségük, hiszen a lejáró szerződésű Luke Shaw a hónap végén minden bizonnyal távozik az együttestől.
Persze az is igaz, hogy az angol védő már az elmúlt szezonban sem számított meghatározó játékosnak José Mourinho csapatában. És a korábban inkább a középpályán szerepelt kapó Ashley Young játszott a baloldali védő posztján. És bár Young egyáltalán nem nyújtott rossz teljesítményt, de a portugál menedzser mindenképpen szükségét érzi egy igazi balbek leigazolásának. Jordi Alba pedig tökéletes választás lenne, hiszen a 29 éves játékos a legutóbbi szezonban bombaformában futballozott, és 48 tétmeccsén 12 gólpasszt is kiosztott, emellett pedig 3 alkalommal ő maga is eredményes volt. Azonban a 64-szeres spanyol válogatott labdarúgó megszerzését nehezíti, hogy szerződésében szerepel egy 150 millió eurós kivásárlási záradék, amelynek kifizetése még a kiváló anyagi háttérrel rendelkező Manchester United számára is okozna némi problémát. Másfelől Jordi Alba időközben kijelentette, hogy ha rajta múlik, akkor a Barcelonában fejezi be pályafutását. Jól lehet, azt is hozzátette, hogy bár ő nem tudja magát másik csapat mezében elképzelni, de jövője klubjától is függ. Hiszen ha a katalánok nem számolnak vele, akkor dönthetnek úgy, hogy megválnak tőle. Alba egyéb iránt 2012 óta erősíti a granátvörös kékeket, akikkel nyert többek között 4 spanyol bajnoki címet, egy bajnokok ligáját és egy klubvilágbajnoki címet is. További szöveges és képes hírekért keresd a csatorna Instagram és Facebook oldalát is. Ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. További friss foci hírekért pedig látogass el partner oldalunkra a csakfoci.hu-ra.